mi to očekujemo ili kako bi to bilo. Az önkormányzatok többségében van nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács, de mivel az utóbbi időben nem történnek bejelentések atrocitásokról, ezek a tanácsok nem aktívak. A házigazda Topolyán kívül Kishegyes, Ada, Zombor, Apatin, Zenta, Kula, Török Kanizsa, Magyar Kanizsa, Nagy Kikinda, Csóka és Szabadka képviselői vettek részt a tanácskozáson. Nemzetek közötti viszonyok megfelelőek, jók, és szeretnénk, hogy ez így is maradna. Természetesen az ilyen testületekre szükség van, hogyha ne talántán előadódna valamilyen probléma, akkor mindjárt azt orvosolni lehessen. A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsok a 90-es években alakultak meg a nemzeti alapon történő incidensek feltárása érdekében. A nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó bizottságok elsősorban annak idején azért alakultak, hogyha ne adj Isten, ugye incidens történik egy községben vagy egy településen, akkor ezek összeülnek és elítélik azt. Igaz, ez volt talán az első fontos szerepe, viszont azóta, hál' Istennek, az idők változnak, a helyzet javult és javul, és ennek függvényében viszont tartalmakkal kell föltölteni ezen bizottságok munkáját, ebben próbálom is segíteni. A kormány múlt év márciusában elfogadott egy cselekvési tervet, amelynek része a tanácsok helyzete és szerepe. Ez a cselekvési terv, amely a nemzeti kisebbségek jogait szavatolja, gyakorlatilag a 23. tárgyaló fejezet keretein belül került elfogadásra. És tehát mielőtt Szerbia csatlakozna az Európai Unióhoz, a 23. fejezetet is le kell zárni, és addig a cselekvési terv minden egyes részét meg kell valósítani. Ezek a tanácsok helyszinten működnek, ilyen téren helyszíni képet tudnak nyújtani a tartomány felé. Szorgalmazzák az együttműködést a nemzeti tanácsokkal is, valamint a megelőzés az oktatás területén is kifejtik tevékenységüket.